Vörös Sándor Rózsa Rózsa Rengeteg című versének megzenésített változatával nyitotta meg Hajszer Beáta és zenekara Takács Nagy Judit tárlatát március 6-án a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban, Bonyhádon. A dombóvári születésű festőnő mindig is érdeklődött a művészetek iránt, azonban hivatásul mégis a pedagógusi pályát választotta. Amikor már kicsit több időm lett, akkor szántam rá egészen nagyon sok időt a festészetre. Sokat jártam tárlatokra, tanultam, tanfolyamokat végeztem, alkotótáborokba mentem, autodidakta módon is képeztem magam, és akkor így eljutottam ide. Festményeinek témái kezdetben tájképek köré sorolódtak, azonban mostanság már elég változatosak lettek. Alkotó műfajok teljes palettáját megjeleníti, legyen szó akár természeti képről, életképről, csendéletről, avagy arcképről. Technikájában kezdetben az akrilt használta, azonban később áttért az olajra, az anyag könnyebb használata miatt. Takács Nagy Juditnak fontos az elismerés, ezért a mai napig részt vesz alkotótáborokban is. Ez olyan inspiráció, hogy látok ott másokat is, és esetleg van táborvezető is, aki iránymutató is lehet, hogy nagyon érdemes évente legalább kettőbe elmenni. Emellett ugyan ritkábban, de szeret megmérettetéseken is részt venni képeivel. Volt olyan alkalom, hogy sikerült képével elismerést szereznie, de a festmény később egy árverésen elkelt, így az sajnos nem látható a tárlaton. A kiállítás március 6-áig tekinthető meg a bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban.